magyar hangok. Szilágyi Csenge, Horváth Illés, Bence Ilona, Szacsvai László, Bozsó Péter, Bogdányi Titanilla, Besenci Árpád, Trokán Nóra, Szatori Dávid, Igó Éva, Farkasházi Réka, Tóth Enikő, Földes Eszter, Mészáros Béla, Tornyi Ildikó, Makrai Gábor, Barcs Kata, Csifó Dorina, Beregi Péter, Rubol Dödön, Tasnádi Bence, Rosta Sándor, Tímár Éva. Magyar szöveg Seres Bernadett és Szatmári Bence. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Piszkos pénz, tiszta szerelem. Felveszem! Halló? Halló? Tedd le a telefont! Nem szól bele senki, ugye? Nagyi szerint valami bolond. Halló? Nincs időm ilyen flúgosokra. Hát még mindig nem öltöztetek át, gyerekeim. Gyerünk, el fogunk késni. Anyuka, átugrom egy percre a szomszédba. Maradt az ebédből, és a szomszéd meg akarja kóstolni. Jól van, de iparkodj. Rendben. Demet, kérlek, segíts elkészülni a fiúknak, jó? Rendben. Köszi. Maga meg mit keres itt? Megláthatná. Lejárt az időtök, Melike. Honnan szedjünk össze ennyi pénzt? Lehetetlen. Nem érdekel, hogy oldod meg. Ha nem lesz meg a pénzem, végetek van. Figyelj csak szépen. Mostantól azt csinálod, amit mondok neked. Esküszöm az életemre. Annak adtuk a táskát, akinek kellett. Én tényleg megbízható ember vagyok, de becsaptak. Isten büntessen meg érte. Nem fordul elő megint. Könyörüljön rajtam. Nézze. A sógorom rendőrként dolgozik. Ha békén hagy minket, akkor nem szólok neki. Először meglopsz, aztán még ahhoz is van képed, hogy fenyeges. Nagyon vigyázz magadra. Mert ha nem akarod, hogy Demetnek vagy Hasannak baja essen, akkor átadod Burán. Mi? Mit akarhat ön Burántól? Mi köze van neki bármihez? Nincs kérdés, Melike. Csak tedd, amit mondok. Különben sem a te gyereked. Lepasszolhatod. Mondd azt a családnak, hogy eltűnt. Egy idő után úgyis fel fogják adni, és nem keresik tovább. Én pedig örökre eltűnök, és hajlandó leszek eltekinteni a 100 000 dolláros adósságtól is. Hm? Haver, tényleg nem hiszem el, hogy ennyire makacs vagy. Menj vissza, majd mi intézzük. Bátyám, az az ember most írja az önéletrajzát. Mit pepecsel már? Ömer, ott jön az anyukád. Mit csináljunk? Mi? Anyukám! Anyukám! Ömer, fiacskám! Mi van itt, Ömer? Mire készültök? Minek jöttetek ide? Hát... Fiam, hogy imádkozzunk Hüszein bátyádért. De mit kerestek a sírjánál? Anyukám, van egy kis gond, de később elmondom. Kezdhetik az exhumálást. Kezdik. Ó, te jóságos Isten! Felnyitjátok a sírját!
Ne nézd! Mi folyik itt, Ömer? Anyukám, édesanyám, nézd, új vizsgálatot indítanak. El fogom magyarázni. Menjetek inkább haza, gyerünk! Tényleg kiveszitek a bátyádat a sírjából, Ömer? Fiam, ez nem helyes. Hogy fog így békében nyugodni? Anya, el fogom magyarázni. Kérlek, ne idegesítsd fel magad. Húgom, menjetek! Anyuka, menjünk el. Anyuka, menjünk haza, kérem. Gyerünk! El van, néni, hadd kísérjem haza önöket, jó? Jól csináltad, testvérem. Jobb, ha nem mondunk semmit, amíg nem biztos. Valami baj van, doktor úr? Újra vérezni kezdett. Gyorsan gyengül. Vérátömlesztés kell neki. Asli... Asli, ez nem lehet. Nyugalom. Azonos a vércsoportunk. Adhatok neki vért? Jöjjön velem. Rendben. Nilu, mindjárt jövök. Maradj itt. Jó, jó. Ügyész úr! Innentől én intézem, főnyomozó úr. Menjen a dolgára. Nincs jobb dolgom. Figyelemmel akarom kísérni, hogy ne legyen semmi probléma. Csak nem célozni próbál valamire. És te mencs. Tessék! Parancsoljon, ügyész úr! Ha jól tudom, a kollégáim már tájékoztatták az ügyről. Megkaptuk a jelentést és a DNS vizsgálat eredményét is. De a nyomozó úr kérésére felnyitottuk a sírt. Szeretnénk kérni egy új DNS vizsgálatot. Ott vannak a papírok. Első alkalommal a lábból vettek mintát. Most szeretnénk, ha a csontból vennének. De miért vegyünk a csontból, ha a láb tökéletesen megfelel a célra? Pontatlan lehet az eredmény. A láb lehet, hogy a bátyámé, de a test szerintem nem. Szeretném megtudni, hogy egyeznek-e a DNS-ek. De ha a láb a testvérjéjé... Doktor úr, nincs most időnk vitázni, kérem, tegye a dolgát! Ömer nyomozó. A maradványokat már átküldték a laborba. A papírok az orvosnál. Szerintem megtettük, amit tudtunk. Hagyjuk őket dolgozni. Ne feledje. A csontokból vegyék a mintát. Szerintem felfogta. Ugye, doktor? Persze. Mivel külön onnan kérte, a csontból vesszük. Burhan, melegítsek egy kis tejet. Kérnél? Kérek. Most már éhes is vagyok, Melike. Szabad kérnem egy szelet kenyeret is? Persze, hogy kérhetsz. Gyere csak. El van, néni. Ha bármikor bármire szükségük van, kérem, egyből szóljon nekem. Ön már mostanában elég elfoglalt, de mi szívesen segítünk. Köszönöm szépen, lányom. Majd én felveszem. Halló? Halló? Tedd csak le, lányom. Valaki tréfát üz velünk. Naponta többször is telefonál, nem szól bele, majd leteszi. Mintha nem lenne enélkül is épp elég bajunk. Anyuka,
Én azt hiszem, a háttérben lehetett hallani pár furcsa hangot. Anya, én is kérek tejet! Gyere! Elva néni, pontosan mióta hívogatja önöket ez a valaki? Nem tudom, de jó néhány napja, minden nap. Jaj, nekem. Ha továbbra is folytatódik, kérem szóljanak nekünk, kiderítjük ki az. Jól. Ajaj, mintha nem tennél így is eleget a mi kis családunkért, szépségem. Bárki is az, majd megmondja. Ülj le. Nekem mennem kell, viszontlátásra. Viszlát. Kikísérlek. Csókolom. Kérem, ne fáradjon. Rendben. Szervusz, lányom, legyen szép napod. Sükrű, szervusz, Pelén vagyok. Figyelj csak, átküldök neked egy telefonszámot. Szeretnék kérni egy listát a bejövő hívásokról. Rendben van? Jól van. Köszi. Kellett volna fáradnod. Mindent kézben tartok. Hagyjam már, Mumtaz. Biztosnak kell lennem. Meg fogjuk kapni ma este a gyereket, vagy sem? Meg lesz, bátyám. Tájár nem gyanakszik rád? Soha. És rám? Mondok neki rólad egy-két gyanús dolgot. Így elég infót kap, hogy úgy érezze, ismeri minden lépésedet. Semmi nem urasztja az időt, ha ágyhoz vagyok kötve. Mégsem olyan jó a nyugdíjas élet. Bejöhetek, Tájár úr? Már rég kitépted a helyéről az ajtót, és csak most jut eszedbe engedélyt kérni, hogy bejöhess, gyere! Nyök ki gyorsan, mi ennyire sürgős! Megtudtuk, ki volt az az ember, akivel Fati úr ma találkozott. És pedig? Egy törvényszéki patológus. Ugyanaz, aki Hüsszein úr halott szemléjét is megírta. Azonnal kerítsd elő azt az embert. Most azonnal hozd ide a szemem elé! Mert most biztos örülne, ha itt lenne, ugye? De hiszen az én ötletem volt. Na persze. Jó munkát. Gyere, Peló, gyere! Ipek kész kincsre talált. Sok dolgunk van. Mit talált? Ha Hüsszein bátyánk tényleg életben van, és hiányzik egy lába, mi kellhet neki? Protézis? Na hát, ki találta? Ne legyél féltékeny, Tolgán, nem áll jól. Drágáim, kigyűjtöttük az összes isztambuli céget, amik gyártanak protéziseket. Megszereztük a kamerafelvételeiket, úgyhogy lesz mit nézni. Ezért mondtad, hogy sok dolgunk van, ugye? Így van. Te mit csináltál, Pelin? Hogy vannak Elván néniék? Hogy lennének? Nem túl jól. Hallgatlak, Sükrű. Csak ücsörgünk és várunk, Ashley. Ülj el csak nyugodtan, és ne idegesíts fel. Az miért csírtok? Elif! Elif haldoklik Ömer! Ilyet még egyszer nem mondj, Nilüfer! Azt mondták, sokkos állapotban van, de mindent megtesznek érte. De azt mondták, hogy romlott az állapota. Doktor! Valaki!
Nővér! Minek dörömből? Ömer úr! Ömer úr! Ömer úr, nem mehet be csak így a beteghez, uram! Ciao, szerelmem. Kérlek, ne hagyj itt. Ha elmész, mindennek vége. Nem lesz több értelme az életemnek, szerelmem. Minden lélegzetemmel rád gondolok. Kérlek, ne hagyd levegő nélkül életem. Itt vagyok melletted. Tegnap is itt voltam, és holnap is itt leszek. Soha nem hagylak magadra. Elifem. Ne hagyj itt, kérlek. Ne hagyj itt. Bármilyen rossz dolog ért engem, mindenre te vagy a gyógyír. Kérlek, ne hagyd magamra. Kérlek, ne menj. Kérlek, maradj velem. Ne hagyd magamra. Magához tért. Elif, hál az Istennek. Hál Istennek. Válts a következőre. Testvérem! Minek van csapatunk, akiknek a felvétel nézegetés a munkája, ha nem bízhatjuk rájuk? Nincs egy megbízható emberünk sem. Figyeljetek, bármit is találunk, arról senki nem szerezhet tudomást, jó? Társam, gyere csak! Ez nem Fati embere? Nem látom rendesen. Próbálj ráközelíteni egy kicsit. Igazad van, ez tényleg Metin embere. Ott volt, mikor tájárházát figyeltük. Igen? Akkor mire várunk még? Lássuk, miért volt szüksége protézisre. Jól ránk ijesztettél. Jól vagy, ugye? Uh-huh. Jól nézel ki. Igen, már jól. Figyelj csak, ilyet még egyszer nem játszhatsz el velünk, értetted? Értettem. Hogy van, kedves Elif? Jól. Hadd nézem az eredményeit. Doktor úr, valamiért. Itt is fáj. A sérülés miatt ki kellett vennünk az epe hólyagját. Mi? Rendben lesz, ne aggódjon. Nem sokára jobban leszel, szerelmem. Akkor ennyi, nincs semmi más.
Minden rendben, szerelmem. Minden rendben lesz. Jobbulást kívánok. Köszönöm szépen. Akkor megkérdezzük, doktor úr? Igen, doktor úr. Csak pihenj és ne gondolj semmire, jó? És mi van, ha rád gondolok? Az szabad? Arra kapsz engedélyt. Sose felejts el engem. Én már egy éve csak rád gondolok, és bevallom, elég jó érzés. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék! Jó munkát! Az isztambuli rendőrségtől jöttünk. Mi történt? Feltennénk önnek pár kérdést. Ismerős ez a férfi? Nemrég vásárolt itt valamit. A neve Nedzdet? Nem. Pedig tudjuk, hogy látta. Méghozzá nem is olyan régen. Lábprotézist vett. Nem tudom, nagyon sok ember jár ide. Én úgy tudom, egy protézis több vizsgálatot és próbát is igényel. Ide nem lehet csak úgy besétálni. Kérem, engedje meg, hogy megnézzük a belső kamerák felvételeit. Azonnal, az irodában vannak. Már is hozom őket, várjanak csak. Mentőt! Mentőt! Hívd gyorsan! Ezt mikor tették rád? Miért nem szóltál nekem? Azután jöttek, hogy elmentél. Azért tették rám, mert már magamnál vagyok. Mindjárt megmondom nekik, hová tehetik. Ömer! Ömer, ne csináld! Ömer! Miért bilincselted meg? De nyomozó, hiszen ő egy fogoly. Csak a munkámat végeztem. Ne gyere nekem a munkával, nincs lelki ismereted! Mit láttál, amikor megbilincselted őt? Hiszen épp hogy csak visszatért a halálból. Felkelni sem tud, nemhogy elszökni. Vedd le róla a bilincset, mielőtt feltűhítesz. Gyerünk! Köszönöm szépen. Így volt helyes. Ígérem, minden újra a régi lesz, Elif. Meg fogják bánni, akik rács mögé akarnak zárni téged. Tudom. Az ürgét, akitől a protézist vettük, és neked fel sem tűnt? Így végzed a munkádat? Későn tudtuk meg, bátyám. Sajnos már nem lehetett mit tenni. Az ember megijedt és elfutott is. Véletlenül egy autó elé ugrott. Majd mutatok én neked véletlent. Nagyon vigyázz, hallod? Nagyon vigyázz! Gyerünk, nyisd nagyra a szád, és csak semmi makacskodás. De
de szörnyű rossz íze van, kész kínzás. Akkor képzeld el, hogy egy nagyszerű, olaszosan elkészített benne arrabbiata. Élvezet, hogy kínoszhatsz, mi? Ugyan már, Elifem, ugyan már. Na. Hadd mondjak valamit. Mondj, szinyorina. Ha majd elmész, szerez szószos tésztát, és csempész be nekem ide. Hm? Nagyon veszélyes nő vagy. Na, elég a panaszkodásból. Fogjon el ez a fincsi kórházi leves. Nyisd nagyra a szád. Fincsi leves. Nyisd! Borzasztó. Ígérem, majd ha hazajössz, megfőzöm neked a világ legfinomabb szószos pennéjét. És a kerti asztalnál fogjuk megenni. Megígéred? Persze. Nem zavarok? Gyere, haver, gyere! Jobbulást, Elif. Hogy vagy? Jól. Jól. Haver, tudnánk beszélni? Szükségem lenne a tanácsodra. Pillanat. Elengedj, szinyorina? Hát persze. Végül is már tele vagyok. Azt kétlem. Ha visszajöttem, szépen megeszed. Szia, Elif. Szia. Bátyám, mielőtt kikérdezhettük volna, a Habsi elütette magát egy autóval. De hiszen nem is kell vallomást tennie nekünk, Árda. Megvan a felvétel, hogy Nezdet ott járt. Az űrge pedig elszaladt a kihallgatás elől. Ejha. Ejha. Szóval Fáti Dündárnak nő láb kell. Hüsszein életben van. Hüsszein életben van. Erre is képes volt, testvérem. Képes volt ezt tenni a saját anyjával és a gyerekeivel. Nyugi, Ömer, nyugi. De ezt akár jó hírként is fel lehet fogni, hiszen inkább ne élne! Inkább ne élne! Hogy lehet valaki ilyen gátlástalan? Ilyen szívtelen és kegyetlen? Hogy lehet, hogy egy csepp emberség sem marad benne? Bár csak tudtuk volna, mielőtt megtartjuk a temetést. Mintha az apám lett volna, én még meg is csirattam. A szerelmem pedig abban a tudatban élt, hogy ő ölte meg kis ilyen beleőrült. Árda, miért tett velünk ilyet a bátyám? Miért tett velünk ilyet? Bátyám, te is megmondtad. Akinek nem maradt semmi veszteni van. Volt mit vesztenie, Árda! Ott volt az anyja, a gyerekei is, én is. Anyám még mindig nem tudta feldolgozni. Az Isten verje meg. De keresztbe teszek neki. Jöjjön csak meg a DNS vizsgálat eredménye, akkor kirángatom az odvából. De a vizsgálat semmit nem bizonyít. Hogy? Nem bizonyította be, hogy még él. Mert az az agyalágyult orvos megint a lábából vette le a DNS mintát. Külön megkértem, hogy most a csontból vegye. Én viszont ráállítottam Turfánt, hogy megfigyelje, és képzeld, nemrég telefonált, hogy a csontokhoz hozzá sem nyújtott. Biztos az orvos is benne van a dologban. Mindig egy lépéssel előttünk járnak. Hé, Ömer, várj, testvérem, megoldjuk. Miért nem alszol még? Még nem vagyok álmos. Nem vagyok szomjas sem. Jól van. Azért itt hagyom, hát ha megszomjazik valaki. Szeretnéd, ha mesélnék? Igen. Hm.
Menjünk ki. Majd ott mesélek. Megnézzük a galambokat. Amik a kertünkben laknak. Igen. Vagy a kertieket. Vagy amik az erdőben laknak. Megmutatom neked a fészküket, jó? Oké. Hogy gyere. Fogd meg a kezem. Szervusz, Elif. Szervusz. Bejöhetek? Hát persze. Hogy vagy? Jobban. Sokkal. Tudom, hogy fel fogsz épülni. És a börtönből is kijössz. Reméljük. Elfogadtam egy állást Amsterdamban. Komolyan? Gratulálok. Mikor mész el? Majd holnap reggel. Már múlt héten kellett volna, de... inkább meg akartam várni, hogy végre magadhoz térj. Nem akartam volna köszönés nélkül elmenni, Elif. Tényleg nagyszerű barát vagy, Levent. Nem tudom, hogy háláljam meg. Elif... mielőtt elmegyek, muszáj elmondanom neked valami fontosat. Vigyázz a nagynénéddel! Levent! Szóval te is bejöttél. Igen. Jó napot, Nedret néni. Hogy van? Szívem. Hogy érzed magad? Jól, nénikém. Akkor én inkább megyek. Viszlát, Elif. Viszlát. Nagyon kimerültnek látszol egyetlenem. Olyan sápadka vagy. De ne aggódj, nem fogunk nagyon kifárasztani. Hoztunk neked könyveket, meg újságokat. Olvashatsz kicsit, jó? Ha szeretnél valamit, azt holnap behozzuk neked. Nem, nem kérek semmit, köszönöm. Kis szíved, drága lányom. Pihenj egy jót, pihenj. Jó éjszakát, Elif. Jó éjszakát. A táskám. Estét, doktor! Mára végeztem, nyomozó. Ha szeretne valamit, jöjjön vissza holnap. Na álljon csak meg egy szóra! Kinek dolgozik? Fáti Dündárnak, ugye? Mégis miről beszél? Megbolondult! Ön titkol előlünk valamit? Ha? Nem titkolok semmit. Én is olyan vagyok, mint ön. Mindketten a törvényt képviseljük. Eresszen el! Ha tényleg érdekelné a munkája, akkor a csontból vett volna mintát, ahogy kértem. Ne idegesítsen fel! De semmi okunk a csontból mintát venni. Mi van, nem érti? Hányszor kell elmondanom, hogy nyomósokon volt ezt kérni? Nem lenne értelme. Miért ne lenne értelme, mi? Há, miért ne lenne értelme? Ezzel szépen elintézte, hogy újra engedélyt kell kérnünk a sír felnyitására. Persze így tervelték ki az egészet, ugye? Ez is Fáti ötlete volt, igaz? Panaszt teszek, ön ellen nyomozó! Rohadj meg! Ezért az ütésért még meg fog fizetni! Ilyen messzire. Otthon is láthattunk volna galambokat. Itt szebbek vannak. Azon a nagy fán laknak. Nézzük, hogy előjönnek-e. De lehet, hogy alszanak, tudod? Igen, tudom.
Teljesen megőrült. Alig tudtam lerázni. Meg van győződve róla, hogy neked dolgozom. Ne aggódj, nincs bizonyítéka. Szerinted hová mehetett utána? Valószínűleg a temetőbe. Fél, hogy megszabadulunk a holttestől. Addig, tedd be a telefont, tedd le! Biztos, hogy laknak itt galambok? Inkább menjünk haza, meggondoltam magam. Mindjárt felébrednek. Várj még. Betartottad a szavat. Ugye nem esik semmi baja? Persze, hogy nem. Most pedig nyugodtan elfelejthetsz. Add át a gyereket, és a mi kis ügyünknek végre vége lesz. Ki ez a bácsi, Melike? Az egyik rokonod, fiam. Anyukád rokona. Menj vele. Majd ő elvisz a többi rokonodhoz. Szívem. Hogy vagy? Jól. Csak fáj a sebem fölötti rész. Műtéted volt, ez normális? De akkor miért nem a sebnél fáj? Biztos húzza a varrás. Hm? Teljesen normális, bonyolult műtéted volt. Te pihenges csak, én pedig megyek és beszélek a doktorúrral. Figyelj csak. Titkolsz előlem valamit, ugye? Az Istenért, Elif! Műtéted volt, utána pedig még egy jó ideig fájni fog a seb. Emlékszel, volt az a Nüket nevű barátom, akire kivették a lépét, és... Elif asszony, hogy van? Jól, de... Nem a sebemnél fáj. Most jut eszembe, éppen önnel akartam beszélni, nővérkel, ha van egy kis ideje. Kijönne velem egy kicsi kérsz nagyszerű? Menjünk, mondja. Mindjárt jövök. Köszönöm. Nővérke, Elifnek még nem mondtuk meg, hogy babát vár, de nagyon okos lány, és már elkezdett gyanakodni. Megkérhetném rá, hogy ne mondjon neki semmit. De nem lenne jobb, ha inkább tudna róla? Szerintem nem kéne eltitkolni. Ja, Istenem! Szerintem pedig a család jobban tudja, hogy mi jobb neki. Tartsa tiszteletben a döntésünket. Maga azzal törődjen, hogy hamar meggyógyulja, jó? Az utóbbi időben elég sok minden történt vele. Szerintünk nem kéne még jobban leterhelni őt. Rendben, ahogy önök gondolják, asszonyom. De biztos normális ez az erős fájdalom? Elég bonyolult volt a műtét. Sajnos egy jó ideig még érezni fogja a fájdalmat. Súlyossága miatt a páciens terhessége megszakadt. Így van, testvérem.
Szerzek pár csontot. És be fogom bizonyítani, hogy a DNS nem egyezik a lábból vett mintával. De bátyám, miért nem hívtál magaddal? Elmentem volna. Megoldom, testvérem. Hívlak, ha van valami.